a Festetics utcára már nagyon ráférte a felújítás. Ezt mindenki tudta tolnán. Az utca rekonstrukciós tervéhez azonban nem volt megfelelő forrás, egészen a tavaly esztendő közepéig. Akkor a belügyminisztérium pályázata megadta az esélyt a finanszírozásra. A Festetics utca első felét, azt, vagy az egyik felét már évekkel ezelőtt sikerült megújítanunk, és azért ez váratott magára. Tehát Korábban kettő olyan ez, ez, utca volt, amiben nem volt szilárd útburkolat, azokat a tavaly évben sikerült megvalósítani, és most volt lehetőségünk arra a tavaly évben, hogy pályázatot nyújtsunk be a belügyminisztériumhoz, és a festeti utcát gondoltuk valamennyien úgy, hogy, hogy fel kéne újítani. Ugye ez a mintegy 830 méter hosszú szakasz nagyon rossz állapotban volt. És bevalom, bevallom őszintén nem sok reményt fűztünk ahhoz, mert nem nagyon szoktunk nyerni ezen a pályázaton, de valami csoda folytán mégiscsak nyertünk, és ugyan hozzá kellett tenni egy 7 millió forintos önerőt a, a pályázathoz, de hát ez, egy, ez fontos volt annyira, hogy, hogy az önkormányzat ezt a költségvetésében biztosította. Ugyan tavaly nyújtottuk be a pályázatot, és tavaly kötöttünk támogatási szerződést, de a kivitelezőnek az idén volt lehetősége, ideje, kapacitása arra, hogy hogy elvégezze ezt a, a kivitelezést. Egy gyakorlatilag jó hosszú időt kellett várni rá, de két hét alatt el is készült. A megvalósítás költsége meghaladta a 33 millió forintot, ebből 24,8-e a belügyminisztériumi támogatás. A munkák során kiegyenlítették a megsüllyedt útbordkalatot, zúzott kövel erősítették meg a partszéreket 50-50 centi szélességben, mely a vízelvezetést is így módon megoldotta. Most már tolna minden utcájában van szirád útburkolat, mondta a Peszoffer Ágnes polgármester, de további tervek születtek a romló állapotok megjavítására. Ebben az évben is nyújtottunk be pályázatot e, útburkolat felújítására, éppen az elmúlt testületülésen döntöttünk erről, hogy körülbelül hasonló e, méretű beruházásról lenne szó anyagilag. A Kinizsi utcát tartottuk a, a most a legégetőbbnek, tehát ez egy nagyon nagy forgalmú út. Ugyan vannak, vannak kisebb szakaszok, amik, amik esetleg rosszabb állapotban vannak, de részben a maximálisan támogatható összeg miatt, tehát hogyha van egy keretösszeg, akkor azt nyilván célszerű minél, minél jobban kihasználni, részben pedig a, a, forgalom miatt. Mert hogy hiába rossz valahol egy út, hogyha csak az utcában lakók járnak ott, akkor, akkor, hát úgy gondoltuk, hogy nem annyira égető, mint esetleg egy olyan forgalmas utca, ahol nem csak az ott lakók, hanem, hanem azon kívül is egy vagy befelé, vagy kifelé a városból, be, be városba be, vagy a városból kivezető út. A munkálatok tervezett költsége meghaladta a 40 millió forintot, amihez 30 milliós támogatást pályázott Tolna önkormányzata. Ha nyer a pályázat, 850 méter hosszan újul majd meg a Kinizsi utca is.